Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Legyen most is csodálatos a hétvégétek, és láttátok a kiírást, rántott húsos zsömle, vagy inkább mondhatnám húskrémmel töltött rántott zsömle. Fantasztikus, nagyon-nagyon egyszerű recept, és nem minden nap én azt mondom nektek, hiszen akár barátok, ismerősök körébe is abszolút, de nem ismert, és remélem ki fogjátok próbálni, egy nagyon-nagyon finom kis, tényleg útravalónak el lehet vinni, kirándulásra, melóba be lehet cipelni, nagyon finom a tartalom, és meglátjátok az egyszerűség. Na, az a legjobb benne. Láthatok 6 darab zsömlét, ez egy kisméretű zsömle, majd le fogom nektek mérni hány grammos. Egyébként nyilvánvalóan nagyobb zsömlével is el lehet készíteni. Láthatok vöröshagymát, fokhagymát, petrezselymet, összesen 5 darab tojást, 4 darabbal majd panírozunk, 1 darabnak a sárgáját föl fogom használni magához a húskrémhez, és annak a fehérjét is bele fogjuk pottyantani a panír pájába, hiszen tudjátok, anyag nem vészel, csak átalakul. Láthatok zsemleborzsát, kevés hús, pici lisztet, egy nagyon kevés tejfőre van szükségünk, reszelt sajtra, teavajra, sóra, borsra, és lényegében, akinek nincsen semmi gond egyébként, egy pici habzsákra. Ebbe fogom beletölteni, és így töltjük a zsemléket, majd csinálunk egy kis kupakot is, azt is megmutatom nektek. Na, lényegében azonnal elkezdem, és megmutatom mennyire, és nagyon-nagyon finom ez a recept. Egyszerű és finom ez a recept. Kezdünk! Első körben jöjjön egy kis hagymavágás, ahogy megszokhattátok, hiszen ehhez is illik. Vágunk egy pici vöröshagymát, fokhagymát, hát lehetőleg ennél a receptnél próbáljátok meg minél finomabbra összevágni. Akinek nem sikerül, nyilvánvaló, egyszer-kétszer át kell menni rajta. Na, mutatom, vöröshagyma szinten, ilyen apróra darabolom össze, és mivel van egy jóképű mamut fokhagymám, ez esetben nem roppantom meg, hanem ugyanazzal a technikával egyszerűen bevágom, és ennyi az egész, nézzétek meg, ezt is ilyen pici kockákra felszeletelem. Ennyi, át lehet menni rajta, kezit csókolom, ennyi volt az egész. Így járok el a másik hagymával is. Következő folyamatként, és mint látjátok, elkezdtem felolvasztani a vajat, 50 g vajjal dolgozom, és mindenféleképpen javaslom nektek, hogy ti is ezt tegyétek, pontosabban az, hogy vajjal dolgozatok, csodálatosan össze fog épülni a hússal, és amikor betöltitek a zsömlébe, na, ott majd megmutatja magát, pontosabban ízhatásban mondom ezt. Jöhet rá a vöröshagyma, fokhagyma kombó, nem is kell, hogy elolvadjon teljesen. Egy nagyon pici sót teszek rá, így összefogjuk, pontosabban le fogom fonnyasztani a hagymákat. Ez a művelet körülbelül egy olyan 3 és 4 perc. Óvatosan, takarékon dolgozzatok a vaj miatt, nehogy megégjen. Egy picit megrogyasszuk őket. Nagyon kellemesen összerogytak a hagymák, nézzétek meg, fantasztikus vajas illat van, ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Egyébként, ha valaki zsírral dolgozik, vagy éppen olajjal, avval is el lehet készíteni az ételt, és ott esetlegesen egy picivel magasabb hőfokon is lehet dolgozni. Én szándékosan ilyen nagyon-nagyon lassú folyamatként kezelem, hiszen vajjal dolgozom. Na, jöjjön a húsi, sertés és marhahús darálék, nagyon-nagyon kellemesen oda fogom pirítani, és ebbe a szakaszba már éppen egy nagyon pici borsot is hozzá fogok törni. Mondtam, hogy elhajítom ezt a darálót, már nem? Na, most elindult a folyamat. Pirítsátok oda, alaposan mutatom nektek én meddig teszem meg. Körülbelül egy jó 8-10 percig pirítom. Ennyi. Amiközben pirul a hús, néha egyébként oda kell lépni nyilván és bele kell keverni, bőségesen van időnk összevágni a petrezselyemet, és lényegében késsel való munka már nincs is. Petrezselyem, ennyi az egész. Össze fogom darabolni, sok-sok videóban láthattátok, zsenge a szár, ezt is rajta hagyom. Lényegében vagy gorombára, vagy finomra vágjátok össze, ennyi az egész. Tudjátok, elvágom, kupacolok egyet, a feles leveleket alásöpröm, picit összeszorítom, és lényegében elkezdem összevágni. Finomra, gorombára rátok van bízva. Jó párszor át kell menni rajta.
Eltelt ez a 8-10 perc körülbelül, és látjátok, gyönyörű szépen visszapirítottam zsírjára. Na most, mivel sertéshús is van benne, nem csak marhahús, szükséges a további hőkezelés, annyit fogok tenni, egyetlen egy deciliter körülbelül ez a víz, hozzáöntöm, és ismételten vissza fogom pirítani zsírjára. Ez körülbelül megint egy 8-10 perc. Menet közben összekeverjük a tejfölt a tojás sárgájával. Mindig van mit csinálni. Ki kell használni az időt. Adunk a tölteléknek egy nagyon kellemes, kis sejmes, krémes jelleget. Ezáltal föl fogok használni 20%-os tejfölt 150 g-ot, egy jó képű tojás sárgáját. Egybe fogom önteni, és akár egy kis villával, habverővel, manipulátorral össze kell keverni, és a stalbolás után ezt hozzá kell majd adni. Mutatom természetesen. Alaposan habarjátok el. Semmi más dolog nincsen vele. Ismételten meg vagyok a visszapirítással. Ezt egyébként akkor tudjátok megállapítani, lehet, hogy nem is kéne mondanom, nyilvánvaló, amikor már teljes mértékben távozott a folyadék, és ezt a nagyon kellemes, csak sercegő hangot halljátok, akkor készen is vagytok, tehát a hőkezeléssel lényegében megvagyunk. Jöhet a stalbolás, egy nagyon-nagyon pici lisztet fogok felhasználni, 20 g, 2 dekagram. Aki esetleg nem szeretne lisztet használni a recepthez, fog egy mekkorát, egy teáskanalat mondjuk, egy csapott teáskanál étkezési keményítőt, kukorica keményítőt, kikever vagy tejjel, vagy vízzel, jéghideggel, nagyon fontos, ne csomósodjon össze, és avval sűríti majd ezt az alapot. Én ezt liszttel fogom megtenni, olyan módon, hogy ezt a 20 g lisztet óvattyával rászórom, a forró zsírgőz át fogja járni, és lényegében, amikor már lisztes tartalmat nem láttok, akkor össze lehet keverni, és egy nagyon-nagyon picit tovább lehet pirítani. Lehet egy picit csalni, eképpen meg lehet mozgatni a tetején, nem kell elkeverni, picit megmozgatjátok, így föl lehet gyorsítani a folyamatot. És látjátok, gyönyörű szépen tűnik el. Forró zsírgőz átjárja, viszont nézése. Na, ebbe a helyzetbe össze lehet kavarni, és kb. Egy 2 percig tovább lehet pirítani. Eltelt ez a nagyon kevés idő, átpirítottuk a húst a liszttel. Következő folyamatként hozom a jóféle kis tejfölös keverékünket, hozzá fogom lapátolni, kinyerjük az összes alapanyagot, minden cseppje kint című fejezet, tökéletes, össze fogom forgatni, ez már egy gyors folyamat, egy nagyon picit visszaveszem a tűzhelyet 5-ös fokozatra, át fogom forralni. Ebbe a pillanatban jött a petruska hozzá, 3 erős csipet, imádjuk, illik hozzá, teszek hozzá még egy nagyon pici borsot, előbb kóstoltam, szükség van rá, és éppen egy pici só kerül még hozzá, tökéletes. Át fogom forgatni, ki fogom egyszer forralni, és mivel takarékra vettem, ebbe a pillanatban jöhet hozzá a reszelt sajt, nem fog odaégni. Nagy lukú reszelőn hozzá fogom tolni 100 g-a sajt. Meg is vagyok a sajta. A végét megkóstoljuk. Fantasztikus. Annyit fogok tenni, összekeverem a sajttal, egyetlen egy perc hőkezelés, lezárom. Egy nagyon picit hagyjuk hűlni, betöltöm egy habzsákba, és lassan jöhet a töltike, de előtte természetesen megmutatom nektek a zsömle nyitását, feldolgozását, hogyan működik. Nagyon-nagyon kellemes. Jöhet a zsömlék feldolgozása, pontosabban csak annyit fogok tenni, és itt akár egy kiskést lehet használni, akár csak az ujjatokkal meggyöngítitek a zsemlét. Én mutatom, hogy hogy szoktam, és lényegében az a fontos ennél a folyamatnál, hogy lehetőség szerint minél kisebb rést ejtsetek, hogy azt a dugót, amit majd elkészítünk, azt normálisan vissza lehessen tenni. Mutatom nektek, épp egy nagyon pici rést vágtam, látjátok, bedugom az ujjamat, és lényegében egyetlen egy mozdulattal kiszedtem a dugót, amikor be lesz töltve a zsömi, akkor lényegében egy picit meghajtogatva
elrendezve, ezt így fogom visszadugózni, tehát így a töltelék semmiféleképpen nem tud kijönni. Na, így fogok eljárni az összes zsömlével. Pici luk, nem kell nagy. Benyomjátok az ujjatokat, és lényegében egyetlen egy mozdulattal kiszeditek a dugót. Félreteszitek. Jöhet a zsömlék betöltése, és látjátok, itt a habzsáknak a végét el is zártam egy kis csipesszel, a vajas tartalom miatt, semmiféleképpen ne folyjon visszafele, csak a zsömlébe közlekedjen. Na, 6 darab zsömlénk van, látjátok, mindegyik szépen kialakítva, megcsináltuk a helyet, fogom a habzsákot, na azt a végén majd helyre tesszük, és gyönyörű szépen a 6 darab zsömlébe el fogom osztani. Eképpen, amikor megtöltöttem, fogok egy kis dugót, és ebbe a helyzetbe ledugózom a végét, félreteszem, ennyi egy töltött zsömle. Jöhet a következő, megcsináljuk a nyílást, és gyönyörű szépen ezt is meg fogom tölteni. Hát körülbelül érezni kell ennek a 6 darab mennyiségnek a erejét, tehát hogy melyikbe mennyit töltsetek, nyilvánvaló, jöhet a dugó, elzárjátok, ennyi, és lényegében így indul a panírozás majd. Na, ezt a picit beledobjuk, és jöhet a többi. Tökéletes. Dugózás, lassan panírozás. Eszméletlen finom, próbáljátok ki. Haladunk tovább, mutatom a panírt. Ami megint csak érdekes lesz, mert lisztet nem használunk hozzá. És ez a nagyon finom vajas tartalom is bele fog kerülni. És folyamatosan kerül is bele, mint látjátok. Jöjjön a dugózás. 4 darabban meg is vagyunk. Ezt a maradékot meg elosszuk a kettőbe. Nagyon-nagyon profi. Panírpálya föllőve, hát nem is kell semmit mondanom, szerintem tudjátok. Annyit fogok tenni, hogy a tojásnak adunk egy kevés sót, hozom a manipulátort, egy habverőt, teljesen mindegy, vagy épp egy villával, föl kell habarni a tojást, és itt igazság szerint, ízlés szerint meg lehet majd áztatni a zsömléket, ki mennyire szereti, esetleg szottyosra, tudjátok, hogy minél több tojás szívjon be, hát ezt már mindenkire rábízom, mutatom én nagyjából, hogy szoktam. Na, egy kicsit dolgozom a tojáson, nem kell nagyon habosra fölverni, csak föl kell igazság szerint keverni, ez tökéletes nekünk, odébb tesszük, és indulhat a folyamat, megfogok egy zsemlét, és ugye említettem nektek, nem kell liszt, semmi szüksége abszolút, egy nagyon-nagyon picit megáztatom, meg lehet nyomkodni, egy kicsit üljön benne a tészta, mármint a zsemletészta, és amikor már halljátok, hogy szöttyösödik egy nagyon-nagyon picit, akkor abban a pillanatban teszem át a morzsába, át fogom forgatni, és lényegében ennyi volt az egész. Jöhet a kisütés. Alaposan adjatok neki morzsát. Ennyi. Megy a tányérra, melegítem hamarosan a zsíradékot. Jöhet a következő. Egy kicsit szottyosra teszem. De teljes mértékben nem áztatom föl. Tökéletes. Jöhet a hálás kis zsömlék kisütése. Ez a legeslegjobb pillanat az egész receptben. Meg természetesen, amikor majd megkóstoljuk. Na, olyan körülbelül 180 fokos a zsíradék. Nagyon fontos, hogy semmiféleképpen langyos, hideg zsíradékban ne tegyétek bele, hiszen akkor megszívja magát, élvezhetetlen, nagyon-nagyon rossz lesz. 180, akár 185 fok felé nem menjetek, tehát afelé nem menjetek, bocsánat, így szerettem volna mondani, és egy gyönyörű és tökéletes terméket fogtok kapni. Na, mielőtt beleteszitek, a feles morzsát picit le kell ütögetni, és körülbelül én ilyen kettesével szoktam megsütni, nyilván mehetne három is bele, de így nagyon-nagyon kényelmesen fognak sülni. Ahogy szoktam volt mondani nektek, menet közben érdemes egy kicsit mozgatni őket, annál szebben sülnek meg. Több egy jó perc múlva fordítom, azt is mutatom nektek. Nagyon-nagyon hálás kis étel, meglátjátok.
Jöhet a fordítás, megsült az első oldal, és lényegében többször vissza se kell fordítani. Nézzétek meg, mint egy szépséges rántott szelet zsömlekivitelbe. Na, itt a lényeg az, túloldalt is meg kell sütni ilyen gyönyörűséges színre, és lényegében lehet kiemelni, miután megsül természetesen föl fogunk vágni egyet. Csodálatosak! Mozgassátok, annál szebben sülnek. Megvagyunk a másik oldalal is, és látjátok, folyamatosan piszkáltam, pörgettem őket. Mutatom megfordítva, hogyan nézzünk ki. Nézzétek meg, fantasztikus a termék. Várunk egy 2 percet körülbelül, mert tényleg tűzforró, és addig természetesen jöhet a többi, utána föl fogom vágni, megmutatom nektek a közepét. Csodálatos. A morzsát rázzátok le ilyenkor. Feles morzsa ne süljön benne. Csodálatos. Miközben sül az utolsó 2 darab, lényegében az első 4-ből bármelyiket föl lehet vágni. Nagyon-nagyon jó illatok vannak a konyhába, tiszta és rendesen olyan, mint a rántott hús készült volna, csak hát egy kicsit más formában van a rántott hús, na, egy nagyon kellemes kis krém formájában. Jöjjön egy vágás, és halljátok? Hát elsőképpen a kipikopi, ripiropi, és mutatom nektek a tartalmat, nézzétek meg, csodálatos, nagyon-nagyon kellemes húsos töltelékkel egy fantasztikus zsemle, és látjátok, még a zsemlének a tésztája is egy kicsit, hogy mondjam, foszlósabb lett a sütés következtében. Na, egy 2 percet kérek tőletek, egy picit hagy hűljenek, jön ki az utolsó 2 darab is, természetesen rá is nézek, és utána kitálalva megmutatom nektek, csodálatos, kis finomságos töltött zsemlék. Ebbe a formába is lehetne fordítani, akár én egy picit meg szeretem sütni. Ketchuppal, majonézzel, salátával, amivel gondoljátok, akár ketté is lehet vágni, meg lehet tölteni salátával, paradicsommal, paprikával, ketchuppal, majonézzel, ahogy ti gondoljátok, vagy természetesen, mint említettem volt, el lehet vinni kirándulni, és ott frissen belepakolni a zöldeket. Na, azonnal mutatom nektek tálalva. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek ezt a finomságot kitálalt formájába. Megmondom őszintén, egy kis kirándulós formába hoztam most a tálalást. Össze lehet csukni, el lehet csomagolni, lehet vinni valamelyik jó nagy hegynek a tetején, el lehet fogyasztani. Mondjuk nálunk most nem ez a séma, hanem kerti munka van. Viszem ki a család elé, leülünk, nagyon gyorsan be fogjuk puszilni ezt a finomságot. És esetleg még így elkészítés terén ajánlom nektek, aki úgy gondolja, az is egy formáció, úgy is szoktam készíteni, hogy akár ezt a húsos tölteléket csak önmagába betöltve nagyon-nagyon finom a dolog, és mondjuk félúton egy kocka sajtot belenyomtok, és az a kocka sajt csak a közepén fog olvadni. Na, ez csak egy ötlet számotokra, így is el lehet készíteni, vagy így egyszerűen összekeveritek, egy habzsákba betöltitek, akinek nyilvánvalóan nincsen habzsák, nem kell megijedni, fog egy kis kanalat, beletuszmákolja, ott a jóféle kis dugó, amit félretett, jöhet a panírozás, sütés, viszont nézésre. Na, el is búcsúzom tőletek, még meleg ez a jóság, viszem ki a kertbe, leülünk, én is beszállok a kerti munkába, nem lehet kimaradni belőle. Na, egy szónak is 100 a vége, jó étvágyat hozzá, hamarosan ismét jövünk egy finomsággal, az is egy nagyon-nagyon egyszerű dolog lesz, szevasztok!